12 óra 01 perckor foglalt állást a gazdasági bizottság a benyújtott módosítókról. 12 óra volt egyébként a benyújtási határidő, és nem létezett még ajánlás. Ennél fogva csak és kizárólag a saját, a benyújtott módosítók alapján dönthettünk. Ráadásul mi magunk adtunk be még előterjesztőként két módosítót, ami alapján készült el utólag az ajánlás. Tehát kérem képviselő urat, hogy ne mondjon hazugságokat itt, vagy legalábbis kérjen ez ügyben elnézést, mert fogalma sincs, mi zajlott le a bizottság ülésen. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! Rubovszky György részéről elhangzott egy ügyrendi javaslat. Azóta volt egy másik ügyrendi javaslat, csak éppenséggel a kétperces felszólalások miatt nem kezeltük ezt ügyrendiként. Amennyiben ez ügyrendi javaslat már pedig úgy hangzott el, akkor ez megköveteli, hogy a frakciók ezzel kapcsolatban szóljanak. Tehát megnyitom Rubovszky György javaslatáról az ügyrendi vitát. Jó, köszi. Salamon László képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Ha és amennyiben az eredeti írományban bejutott javaslat és az ajánlás között eltérés van, akkor nem is lehet kétséges, hogy az írományban foglalt szöveg az irányadó. A házszabály, a képviselők vagy más erre jogosultak által benyújtott módosító javaslatról beszél, és arról kell dönteni. Ezek a javaslatok pedig azok a javaslatok, amiket a benyújtók aláírásukkal elláttak, és íromány számmal lajstromozva lettek. Mi sohasem egyébként ajánlási pontokat fogadunk el, az ajánlási pontok megjelölik utalásszerűen az eredeti írományokban foglalt javaslatokat, és mindig is afölött szavaztunk, és most is afölött szavaztunk el. Tehát nem is kérdés, hogy szavazásra, ha ilyen helyzet adódott, hogy eltérés van, az eredeti írómány számban foglalt javaslatot az ottani szöveg szerint lehet szavazásra bocsátani, minden más megoldás ütközne a házszabályon. Öndör István képviselő úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt Salamon képviselő úr! Nagy tisztelettel kérem, és tudom, hogy rutinja van. Akkor próbáljon már meggyőzni arról, hogy egy olyan képviselő, aki nem tagja az Alkotmányügyi Bizottságnak, minden egyes alkalommal végig kell, hogy nézze, hogy az ajánlás meg az eredeti szöveg egyezik-e. Ön most bólogat, mondom hangosan, hogy a jegyzőkönyvben kellően bent legyen. Tisztelt képviselő úr, ha ez így lenne, akkor az elnöki forgatókönyvben nem az lenne, hogy a 3-as, 5-ös, 6-ost támogatja, hanem az írományszámokat mondanák. Tehát a ház hosszú gyakorlatában mindig ajánlási pont van, és azokban a bizottságokban, ahol én több mint egy évtizede dolgoztam, mindig ajánlási pontokról és nem írományokról. Az előterjesztő szokta volt említeni a bizottsági vitában, hogy hopp, itt más szerepel, mint ami. De itt ezt nem jelezte senki, jelentem. Megnéztem a forgatókönyvben is, még ugyanaz van benn, mint ami az ajánlásban. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Köszönöm szépen, mivel azokból a frakciókból, akik szólni akartak, elhangzott már az ügyrendi javaslathoz az egy-egy hozzászólás, így az ügyrendi vitát lezárom. Tisztelt képviselőtársai, most határozathozatal fog következni, mint ahogy az Göndör István képviselőtársam felszólalását követően jeleztem, a 3109/89-es számú ajánlás harmadik pontja hibás. Ezért Rubovszky György ügyrendi javaslatának megfelelően kérem a házat, foglaljon állást a tekintetben, hogy ez esetben a harmadik pont helyett, mivel módosító javaslatról szavazunk, és azt pontosan az íromány valósítja meg és fogalmazza meg, helyette ez esetben a T/3109/83 írományszámú indítvány szerint szavazzunk. Tehát annak a szövegét fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Ez
látható többség. Tehát ennek alapján fogunk, amikor oda kerülünk, szavazni. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki hozzá akar szólni, már nem ügyrendi kérdésben. Harag Péter kétperces, az most már nem aktuális így, ugye? Igen. Köszönöm, akkor majd azt törölni. Akkor most megkérdezem Rogán Antal képviselő urat, bizottsági elnök urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, kíván. Rogán Antal képviselő úré a szó. Tisztelt képviselőtársaim, csak nagyon röviden, de kívánok reagálni a záróvitában elhangzottakra. Hát először is őszinte sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy a záróvitában sokan egyáltalán nem a záróvitai módosítókról, tehát nem a zárószavazás előtti módosítókról folytattak vitát. Különösen azt tartom sajnálatosnak egyébként, hogy több olyan hozzászólást is kénytelen voltam végighallgatni, ami egyébként az általános vitától kezdve folyamatosan elhangzott ebben a formában, és a zárószavazás előtti módosítókhoz semmi köze nincs. Azt is szeretném leszögezni, tisztelt képviselőtársaim, hogy meglehetősen hosszú idő állt a rendelkezésére a háznak ezzel a vitával kapcsolatban, hiszen csak az általános vitára például majdnem két hetet engedtünk az arra való felkészülésre. Összességében, tisztelt képviselőtársaim, tehát azt nem lehet mondani, hogy a ház nem a szokásoknak megfelelő rendben tárgyalta végig ezt a javaslatot. És végül még egy valamit szeretnék leszögezni. Én nagyon kíváncsi lennék azokra a szakmai ellenérvekre, amelyekre olyan gyakran hivatkozott, főleg Nyikos László képviselő úr, azért is, mert ezeknek a magyar hangja egyes egyedül ő volt. És tartok tőle, hogy ezek a hozzászólások nem kis mértékben két okból eredeztethetők. Az egyik talán egy személyes sértettség abból kifolyólag, hogy Nyikos úr nem tölthet be jelenleg az állami számbevőszéknél magas pozíciót. A másik pedig talán abból is adódik, és erre külön szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt azért, ha jól emlékszem, akkor az állami számbevőszék jelenlegi vezetése megszüntetett egy megbízási szerződést, aminek, ha jól emlékszem, egy hasonló nevű ember volt a kedvezményezettje. Nem tudom, hogy ez egyébként pontosan egyezik-e vele. Ezt a két dolgot azért a igazság kedvéért mindenképpen érdemes elmondani, tisztelt képviselőtársaim. Ami pedig a zárószavazás előtti módosító indítványokat illeti, azok kapcsán talán két dolgot mondanék. Az egyik, hogy a zárószavazás előtti módosítók témája kettő volt, az egyik az egyházak ellenőrzésével kapcsolatos. Ott két lehetőség közül tudtunk választani. Az egyik lehetőség az, amit a Nyikos képviselő fogalmazott meg, ami teljes egészében kivonta volna az egyházakat az ellenőrzés alól, a másik lehetőség pedig az, amit Semjén Zsolt és Latorcai képviselőek jegyeztek, amelyikben gyakorlatilag arról van szó, hogy az egyházak részére juttatott minden típusú állami támogatás felhasználását ellenőrizheti egyébként, ami nem hitéleti, ellenőrizheti az állami számbevőszék, és nyilvánvalóan a hitéleti tevékenységekkel kapcsolatos dolgokat viszont nem. Ez azt gondolom, hogy megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, és ennek megfelelően foglalt állást az előterjesztő bizottság is, amikor kialakította az előterjesztő álláspontját. És végül egy utolsó kérdéskör, ami az állami számbevőszék alelnökével kapcsolatos. Én azt gondolom, ott is a megfelelő rendet sikerült kiválasztani, ami egyébként a sarkalatos törvényekben az új alaptörvény szellemének megfelel, és egyébként a jelenlegi alaptörvény szövegével is egyezik, hiszen ebben a törvénynek az a sajátossága, hogy egyszerre kell július 1-től megfelelni a jelenlegi alkotmánynak, és 2012-től pedig az új alaptörvénynek. És amit pedig a legvégén szeretnék leszögezni, tisztelt képviselőtársaim, nem értem azokat az ellenérveket, amelyek gyenge számbevőszékről beszélnek, éppen ellenkezőleg egy nagyon erős számbevőszéket hozunk létre, hiszen megszűnik a következmény nélküli ellenőrzés gyakorlata. Gyakorlatilag kötelező lesz együttműködni az állami számbevőszékkel, ha valaki az ellenőrzés során nem működik együtt, annak büntető jogi következménye van. Ilyen Európában is kevés példa van, Magyarországon pedig az előző években végképp nem volt példa, és ráadásul kötelező lesz elkészíteni az állami számbevőszék véleménye alapján a cselekvési tervet, ami ha szint nem készül el, szintén büntető jogi következménye van. Én azt gondolom, ezek meglehetősen erős jogosítványok, és pontosan annak a gyakorlatnak vetnek véget, amelyik 12, sőt több mint 20 esztendőn keresztül zajlott, amikor következmények nélkül ellenőrizhetett vagy ellenőrzött, vagy nem az állami számbevőszék, és talán nem véletlen, hogy pont a fővárosi önkormányzat volt az, amelyik az előző években a legkevésbé működött együtt az állami számbevőszékkel az ellenőrzések során, és hogy ez hova vezetett a gazdálkodásban, annak láthattuk a következményeit. Nem véletlen, hogy van olyan frakció a házban, amelyik nem személyi ellentét, hanem elvi alapon ellenzi ezt a törvényjavaslatot. Az
pedig pont az előző kormánypárt, a Magyar Szocialista Párt. Ezen sem kell meglepődni, mert az ő számukra a legszokatlanabb, hogy megszűnik a következmény nélküli ellenőrzés gyakorlata. Ezzel tehát, ha a tisztelt ház ezt a javaslatot megszavazza, akkor valóban egy erős jogosítványokkal rendelkező, erős számbevőszék jön létre Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen! Képviselő úr, Nyikos László képviselő úr kért két percre szót, de csak személy megtámadtatás címén tudnék adni szót. A bankér lehetőséget? Képviselő úr, ugyanis én nem hallottam semmi olyat Rogán elnök úrtól, ami személyében támadta volna meg, de megadom a szót. Köszönöm szépen elnök úr a toleranciáját, hogy megbántottság, érintettség nevezzük ilyen semlegesen, és akkor talán megillet a szó. Én nem szívesen viszonzom Rogán képviselőtársamnak ezt a személyeskedését, ez önt minősíti, kedves képviselőtársam, hogy ilyen szintre nem megyek le. Én kerestem önt telefonon, másik telefonon, nem hívott vissza, próbáltam egyeztetni, mint a partner bizottság elnökét. Ön arra nem méltatja a parlament költségvetési bizottsága elnökét, hogy három telefonra, SMS-re reagáljon. Ott szerettem volna jó néhány szakmai vitát tisztázni önnel. És én végig arról beszéltem, amire a frakció felhatalmazott, tehát semmiféle ilyen ambíció bennem nincsen. Drága uram, én 67 éves vagyok, tudja? A számvevőszék elnöke, alelnöke 70 évig lehet. Nincsenek 3 éves ambícióim. Önnek lehetnek, ő fiatal ember. Tehát ilyen feltételezésekre ne építse az érvanyagát, mert ez teljesen reménytelen. Én nekem szakmai érveim voltak, ön nem volt hajlandó, most sem hajlandó. Önnek nincsenek szakmai érvei, ő azt hiszi, hogy ön polihisztor. Tudja, polihisztor egy olyan ember, aki a végén mindenről tud semmit, tudja? Sok mindennel foglalkozik, itt van vagy 10 törvényjavaslata, ő mindenhez ért, az all round of Fidesz party. De ez itt nem működik, uram, ez szakma. Én azt javaslom önnek, hogy utólag legalább tanulmányozza a számvevőszéki ellenőrzésnek a természetét, még meg fogja a végén ön is tanulni. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek is a törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 32/4 negyedik bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Bejelentem, hogy az ajánlás első, második és negyedik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kért az ezekről történő határozathozatalt. Tájékoztatom önöket, hogy a harmadik pontban szereplő ajánlás, még egyszer jelzem, téves, és az ügyrendi javaslat alapján, illetve az ügyrendi szavazás alapján, majd az írományszám alapján szavazunk a harmadik pontban jelzett módosításról. Az ötödik és a hatodik pontokat az előterjesztő támogatja, de a Jobbik külön szavazást kért, tehát a harmadik pont szerinti íromány számú javaslatról. Először az ajánlás 5. és 6. pontjaiban szereplő támogatott javaslatokról döntünk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévő kétharmadával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatokat 252 igen, 3 nem és 20 tartózkodás mellett elfogadta. Most a külön szavazásra kért javaslatról és annak alternatívájáról döntünk. Az ajánlás 2. és 4. pontjaiban Nyikos László az 5. szakasz 3. és 11. bekezdésének módosításával azt javasolja, hogy az egyházak ellenőrzésére a számvevőszék hatásköre ne terjedjen ki. A 3. pont eredeti módosító javaslata szerint Semmény Zsolt és Latorca János ezt az ellenőrzési jogkört módosítják. Először a 2. és 4. pontokról a Jobbik kérésének megfelelően szavazunk. Kérem, szavazzanak a jelenlévő kettőharmadával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot
46 igen, 291 nem és 15 tartózkodó szavazattal elutasította. Most az ajánlás harmadik pontja eredeti módosító javaslatáról döntünk, a T per 3109 per 83-as írományszámú indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 264 igen, 85 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A Jobbik kérésére még egy indítványról döntenünk kell. Az első pontban Nyikos László az első szakasz első bekezdésében a jelző elhagyását kezdeményezi a számvevőszék definíciójából. Kérem, szavazzanak a jelenlévő kétharmadával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 46 igen, 291 nem és 14 tartózkodó szavazattal elutasította. Tisztelt országgyűlés, most a záró szavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a T per 3109-es számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévő kétharmadával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 252 igen, 102 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 253 igen, 100 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most soron következik az állami számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás is. A számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványát H per 3427-es számon, a gazdasági és informatikai bizottság ajánlását pedig H per 3427 per 3-as számon kapták készet. Megkérdezem Babák Mihály képviselő urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottak? Nem kíván. Akkor most a határozathozatal következik. Tisztelt országgyűlést, az ajánlás első, második és harmadik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérte az ezekről történő szavazást. Az ajánlás első pontjában Nyikos László a határozati javaslat címét módosítja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen, 249 nem és egy tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás második pontjában Nyikos László az első pont módosítását kezdeményezi. A javaslat összefügg az ajánlás harmadik pontjából, így ezekről együtt döntünk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen, 246 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Tisztelt országgyűlés, a házszabály 106. szakasz 8. bekezdés alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a záró szavazásra is. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a H per 3427-es számú határozati javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a határozati javaslatot 250 igen, 82 nem és 17 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt képviselőtársaim, soron következik a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Font Sándor, Ivanics Ferenc és Sebestyén László fideszes képviselőtársaink önálló indítványát H per 3247-es számon az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság ajánlásait
pedig HPR 3247 per 6-os, 8-as és 10-es számon kapták készlet. Megadom a szót Font Sándor képviselő úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Már a vita alatt is kértem szót, és most újra megerősítem, hogy a parlament minden frakciója végeredményben támogatta az előterjesztést, kiki a saját értékelése szerint szeretett volna még további szűkítést vagy további bővítést adni a vizsgáló bizottságnak. Erre nem láttunk lehetőséget, házszabályi keretek kötik ilyenkor a határozati javaslathoz benyújtott módosító indítványok lehetőségét. Ezért javasoltuk az eredetileg beterjesztett formát, illetve egy 90 napos bővítést, valamint ha elfogadásra kerül esetlegesen a módosító indítvány, akkor a bizottsági taglétszám bővítését, hiszen nagyon sokan jelezték, hogy részt szeretnének venni a bizottság munkájába. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt képviselőtársaim, most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik pontjában szereplő javaslatok nem felelnek meg a házszabály rendelkezéseinek, így ezekről nem határozunk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők a második ajánlás első és második pontjait, valamint a harmadik ajánlás első pontját támogatják. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat (294 igen, 53 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 129. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mikl József, Nagy Kálmán, kereszténydemokrata képviselők, Zsiga, Marcell, Gajda, Robert, fideszes képviselők önálló indítványát, Téper 3037-es számon, az egységes javaslatot pedig Téper 3037-8-as számon kapták kész ezek tisztelt képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. A határozathozatal előtt kérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. Jelenlévőt nem látok, jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a Téper 3037-es számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslatot. (250 igen, 99 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet (248 igen, 100 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a közoktatásról szóló 1993. évi 79. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatal. Mikl József, kereszténydemokrata, Sági István és Kucsár László fideszes képviselők önálló indítványát, Téper 2219-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozattal következik. A kormány támogató álláspontját az általános vita végén Hoffmann Rózsa államtitkár asszony már ismertette. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a Téper 2219-es számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslatot. 307 igen, 42 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet
304 igen, 43 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a természetvédelméről szóló 1996. év 53. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Nagy Gábor Tamás és Láng Zsolt fideszes képviselőtársaink önálló indítványát Téper 2236-os számon, az egységes javaslatot pedig Téper 2236 per 12-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem készfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Most megnyitom a záróvitát. A Téper 2236 per 14-es számú ajánlás első, második és harmadik pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, Bödes Barna képviselő úrnak adok szót, a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Engedjék meg, hogy itt a zárószavazás előtti módosítóról szóljak néhány szót. Gyakorlatilag itt megint az történik, ami már úgy látszik gyakorlattá válik ebben a házban, hogy egy egyébként támogatható és támogatandó és fontos törvényjavaslathoz egy olyan zárószavazás előtti módosítót nyújtanak be, ami nem is ehhez a törvényjavaslathoz tartozik. Ezúttal egy olyan javaslattal egészült ki az általunk megtárgyalt törvényjavaslat, amelyik agrárkamarai rendszer megváltoztatását készíti elő, holott a eredeti törvényjavaslat a természetvédelméről szóló törvény módosítása volt a barlangok védelmében, illetőleg a természetvédelmi hatósági engedélyek időtartamának meghatározása tárgyában. Ez a módosító indítvány elképesztő. Tehát megint egy olyan beterjesztés történik, amiről a ház előzetesen nem tárgyal, ami sem bizottságok elé nem kerül, sem a plenáris ülés elé nem kerül, és most pedig a frakciókat kötelezik arról, hogy úgy szavazzanak egy egyébként méltányolható törvényről, hogy egy teljesen más témában kell szavazniuk. Nem az a probléma ezzel, hogy az a néhány paragrafus, amit ide beterjesztettek, az jó-e vagy rossz, hanem az, hogy ezt nem ebben a formában kell megtárgyalni. Ezért nyilvánvalóan a Jobbik a módosító indítványt elutasítja, és mérlegelve azt a tényt, hogy egyébként az eredeti javaslat az nagyon fontos szabályozási területet érint, magát a törvényjavaslatot ezúttal támogatni fogjuk, mert magában a módosító indítványban nem látunk olyan tartalmi elemet, ami miatt az egész törvényjavaslatot le kellene szavaznunk, de még egyszer is hangsúlyozni kívánom, hogy ez az eljárás teljes mértékben elfogadhatatlan, és a parlamentáris rendszer alulbecsülése, és kérem, hogy a jövőben ilyenektől tartózkodjanak, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most 2 perces hozzászólásra megadom a lehetőséget Jábor Benedek képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház, csatlakoznék az előttem felszólaló Bödecs Barna képviselőtársamhoz. Valóban most már rendszerré vált az, hogy a különböző törvényjavaslatokhoz zárószavazás előtt teljesen máshova tartozó módosító indítványokat terjeszt be a kormány. Megjegyzem, abban a helyzetben, amikor egyébként a ház előtt van egyes agrártárgyú törvényeket módosító javaslat, tehát még tárgyal is olyan javaslatot a parlament, amelyhez akár be lehetne nyújtani az agrárkamarai szabályozást módosító rendelkezést, de annyira nem veszi a fáradtságot a kormányoldal, hogy legalább próbálja meg akkor oda beszuszakolni, bár az sem az agrárkamaráról szól, de akkor legalább az agrártörvények módosításához tolja be ezt a javaslatot. Egész egyszerűen az, ami itt zajlik az elmúlt hetekben, hónapokban a parlamenti patkóban ezekkel a zárószavazás előtti módosítókkal, hölgyeim, uraim, ez egész egyszerűen siralmas, ez így elképesztő, ennek így semmi értelme nincsen. Ha ezt így folytatjuk, akkor én azt gondolom, hogy nem 200 fős parlamentben kell gondolkozni, az egész parlamentet fel kell oszlatni. Ahhoz, amit itt művelünk, ez ehhez tényleg túl drága ennek az intézménynek a fenntartása.
pusztán a házszabálynak, a jogszabályoknak a megkerülésén töri a fejét a kormányzat, eszébe sincsen a normális parlamenti eljárásokat betartani, ennek semmi értelme. Köszönöm. Köszönöm szépen, most rendes felszólalásra megadom a szót Gőgő Zoltán képviselőnek az MSZP képviselőcsoportból. Köszönöm elnök úr a szót. Röviden fogalmazok erről a áruszaladás előtti módosítóról, káosz, zűrzavar és cinizmus. Én azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy egy záró szavazás előtti módosító javaslattal még a törvény címét is át.